Petkupa az egy filmként indult, egy természetfilmnek, csak hát most már olyan időket élünk, hogy sokszor a filmes kimegy a természetbe, és nem az érintetlen vadont látja, hanem hát küzdenie kell, hogy valami szépséget találjon. És konkrétan a Tisza esetében az volt, hogy amikor filmezni kellett volna, akkor el volt borítva műanyag szeméttel, és nem sikerültek a felvételek. És innen jött az ötlet később, hogy ezzel kezdeni kell valamit, akkor erről kell filmet csinálni, és ebből lett a rendezvénysorozat, aminek egy legfontosabb része szerintem az önkéntes munka. Tehát az ország minden részén vannak segítők, akik szabad idejükben, amikor ráérnek a nyári szünet, téli szünet, hétvége, besegítenek a folyótisztításban. Igazából az ő erejük, lendületük tartja mozgásban a Petkupát. Régóta rakódik le ez a műanyag, és sajnos a műanyagnak a mennyisége nem csökken, hanem nő. Az eddig épített PET hajók száma a 100-hoz közelít. A kitermelt hulladék mennyisége 70 tonnán felül van, és ennek a mennyiségnek több mint a felét sikerült, vagy folyamatban van ennek az újrahasznosítása. Erre vagyunk szerintem a legbüszkébbek, tehát hogy a folyóból kivett hulladékot nem a szeméttelepre vitték, hanem újra felhasználták. Három éve próbáltam kenutúrát szervezni magamnak, nem jött össze sosem. Letettem róla, erre jött szembe a lehetőség, úgyhogy jelentkeztem. Három éve csinálom a Petkupát, járok le minden egyes rendezvényünkre, és a baráti kör egyszerűen beszívott. És nem munkaként gondolunk rá, hanem egy szimpla szórakozásként. Tehát leszervezünk magunknak egy programot, lejövünk, csak hát nem kártyázunk, hanem szemetet válogatunk. Mindenkiben van egy kis furcsaság, és emiatt senkit sem ér semmiféle megkülönböztetés a sajátosságaim miatt. Itt mindenkinek van valami kis kattanása, ami ilyen pozitív. Tehát, hogyha valaki ide eljön, az már garantáltan elszánt. És amellett, hogy jót teszünk a környezetünk érdekében, valahol ez egy összekovácsoló erő is.